kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt ünneplő közösség! Szeretettel köszöntök mindenkit Szent István művének, művére az államalapításra emlékező községi ünnepélyen. Az ünnepség nyitányaként énekeljük el közösen a himnuszt. Felkérem dr. Hidas András urat, önkormányzati képviselőt, a Népjóléti Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnökét, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Jó napot kívánok, tisztelt polgármester urak, tisztelt plébános úr, kedves ünneplő közönség, kedves barátaim! Életünkben sajátos fejlődése van ünnepeinknek. Idővel újra keverednek a kapcsolódó szimbólumok, mindig más hangsúlyt kapnak a napi hírektől és a megemlékező aktuális gondolatvilágától függően. Ilyenkor az ember ki van téve annak, hogy pillanatnyi mókuskerekéből kicsit fékezve fókuszálja figyelmét olyasmire, ami akkor éppen teljesen életidegennek, távolinak, idejét múltnak tűnhet. Ha mégis veszük a fáradtságot, akkor nyílhat egy ösvény a napi gondjaink, küzdelmeink és a távoli gondolat, eszme vagy emlék között. Államalapításunk ünnepéről az én korombeliek igen változatos beszédeket hallhattak. Most egy olyan oldalt domborítanék ki, melyről bár tudunk, de talán nem kap túl nagy figyelmet, vagy legalábbis jelentősége kisebbnek ítéltetik meg manapság. Az államalapítás önmagában nagy dolog, de hogy elnézzük a történelmet, egy-egy nagy uralkodó, hódító, hadvezér által felépített birodalom igen könnyen elporlott az utódlás során. Az a fajta államalapítás, mikor nem csak létrehoz valaki valamit, hanem útjára bocsát, talán már kevésbé feltűnő dolognak tűnik. Hagyományaink, legendáink szerint Szent István Szűz Máriának ajánlotta magát, koronáját és országát. Mint minden régi félig meddig legendának tartott emléknek, rengetegféle interpretációja van a történetírásban, ebben bele sem bonyolódnék, csak felhívom a figyelmet arra, hogy az utána következő 1000 év milyen lenyomatát viselte ennek. Erről itt most csak annyit, hogy körülbelül 2-300 évente újították meg hivatalosan is a felajánlást. Most inkább arról szólnék, mint kutató, oktató, szaktanácsadó, hogy miért ragyogott most ki ez a cselekedet számomra ebből az ünnepből, történelmi eseményből. Formálódik bennem újabban olyan felismerés, ami az eddiginél sokkal jobban felértékeli életünkben a magaslatok, igazodási pontok jelenlétét és azok magasságát. A világ irányítottan, vagy jelenlegi természeténél fogva támadni látszik minden magaslati pontot. Isten, haza, család, bármilyen közösség, ezek ma már botránykövek. Az új értékek az egyén látszólagos felemelésével törvényszerű közösségi és egyéni kudarcához vezetnek. Lassan már a készség is elvész, hogy magaslati pontokat keressünk, találjunk, hozzájuk kötődjünk.
Az égiekhez való elköteleződés, mint tájékozódási pont választása nem divatos. Még Istvánnal kapcsolatban is felmerült, hogy az ilyen felajánlás nem esetleg a felelősség, a döntés, a cselekvés, a átruházási kísérlete. Nem egy hirtelen támadt indulatából származott az a tett, hanem egy folytatólagos, rendszer szintű felajánlásból. Az égiekhez való elszegődés, felajánlkozás, felajánlás nem azt jelenti, hogy bedobjuk a gyeplőt a lovak közé, lesz ami lesz alapon, hanem az égiek irányítás alá helyezzük magunkat, akaratunkat, vágyainkat és cselekedeteinket. Tevőleges és kitartó részvételünk, önfeláldozásunk, munkánk, felelősségünk nem maradhatnak ki a továbbiakból, de az irányítás és erővel való feltöltődés már máshova helyeződik, részében leszünk egy felsőbb akaratnak, hadműveletnek. Messze többre leszünk képesek, alkalmasak és elhivatottak, mint amire magunk is eszéből, vágyából, akaratából vala is tellett volna. Mária gondjaira bízni valakit vagy valamit, az egy gigantikus vállalkozás. Adomány és hosszantartó jó cselekedet. Más nagy uralkodók, hatalmak mit hagytak nemzeteikre? Hódításokat, vérrel, ármánnyal, csalással elorzott tartományokat, javakat, emberei, katonai, dicsőségeket, teli kincstárakat. Milyen gyümölcsöket teremnek ezek a diadalok? Akinek szeme van, lássa meg. Minket Máriának ajánlottak. Amíg ezt észben tartjuk, amíg ez igazodási pont, amíg ez megbecsült örökségünk, addig ez a miénk. Egy régi patinás, gondoskodása és értékében megtartva és megerősítve átadandó örökség utódainkra. A családi titkos varázspálca, amit a világ nem vesz komolyan, mert külön csodák urainak tartja magát, ettől ez még a világ csodája örökkön örökké. Miért tartom én ezt olyan roppant fontos dolognak? Megdöbbenésemre a szakmai pályámon találkozom legnyilvánvalóbban a magaslatok kérdésével. Évek óta súlykolom egy cégnél, hogy komplex rendszereibe senki ne avatkozom bele úgy, hogy nem tölti be agyába az egész működését. Évről évre beleesünk ugyanabba a sötét gödörbe. Valamikor pedig együtt átgondoltuk, megvitattuk, beláttuk, elfogadtuk, de rendre elbukunk, mikor valakiben pillanatnyi kétség vagy épp ambíció élet fel, és belekotorászik a gépezetbe. Pedig ez egy még könnyen átlátható mechanizmus. De nem a mélységekkel, hanem a magaslatokkal szeretnék foglalkozni. Nekünk milyen magaslataink vannak? Régen hegycsúcsok, csillagok voltak tájékozódási pontok, meg távolságok révén látszólagos mozdulatlanságban vannak mindig ugyanott. Nincs ez a tengeri vihar, forgószél, ami utána elszédülve nem mondta volna meg a régi hajós, mi is az irány. Már az ilyen igazodási pontok is fantasztikusak, segítenek abban, hogy legalább azok az irányok ne vesszenek el, amiket mi határoztunk meg. Ha magunkon nem vesszük észre, hát a másikon lássuk meg, milyen mikor nincsen tájékozódási pont. Egyik héten erre vez, másik héten arra, de az is lehet, hogy körbe-körbe. Ennek felismeréséhez azonban a szemlélőnek is szükséges egy minimális tájékozódási pont, az időláncon elhelyezkedő események, cselekedetek áttekintése. Enélkül nem fog feltűnni, hogy egyik pillanatban bort hirdettek, másikban pedig vizet. Mit szólnánk az olyan igazodási ponthoz, amire nem úgy támaszkodunk, hogy segítsen tartani az irányt, hanem hogy legyen képes meghatározni az én utamat? Ma, mikor mindenki sziklaszilárdan, megingathatatlanul tudja, mi a jó magának, a másiknak és a világnak, ez elég bizarr ötletnek tűnik. Egy ilyesmi vitában egy fiatal embertől megkérdeztem, hogy vajon én olyan céltalan embernek látszom? Pedig életemben igen sok csodálatos, izgalmas, veszélyes vizen megfordultam, de csak a vitorlám kormányúdon volt viszonylag fix. Vajon a mi életünk milyen kívülről? Örvényben pörgő, ide-oda verődő lélekvesztő? Vagy ellenszélben, hátszélben, léket kapva, vagy oldalhullámokkal ostromolva? De egy hosszú távon felismerhető utat leíró hajó? Igazodási és tájékozódási pontjaink hiányára jellemző, hogy megrémülünk saját árnyékunktól, de autóba ugrunk, ha valahol árleszállítás van. Ilyen vergődések közepette még meg is veregetjük vállunkat, hogy milyen rugalmasak vagyunk, mennyire szemfülesek, miközben döntéseink sorozata valami kétségbejtő káoszba visz. Nem is csoda, hiszen pillanatnyi déli bágokat kergetünk, vagy éppen démonaink kergetnek minket.
A mai világban a csábítások és fenyegetések meteorájában élünk. Ez olyan tisztító tűz, amilyet talán csak ószövetségi történetekben látunk. A felszínen éljük szokásos napainkat, pedig már nem a szokásos világban élünk már rég. Válságot kiáltunk, mikor éppen aktuális csábításunknak nem tudunk eleget tenni, közben pedig a napunk is halványul talán. Azzal senki nem törődik. Ebben a meteoresőben azok tudnak talpon maradni, akiknek van valamilyen igazodási pontja. Egy olyan rendszeresen felvett pozíció, irányzék, ami ezt tudja viszonyítani a folyamatos csábítás, fenyegetés, záport, és azokat az egész történethez viszonyítva értékeli, és ha kell, kilép abból a ránk kényszerített egydimenziós mozgástérből, amikor csak valami felé, vagy valamitől el mozgásokra vagyunk képesek. Ezek ellenére akár egy másik szinten tevőlegesen lép fel a hajós a világban, és nem követőként, menekülőként, reagálóként. Mai világunkban azt hiszük, hogy tájékozottak vagyunk, napra készen tudunk odaszaladni vagy elmenekülni, ahogy éppen kell. Nincs is időnk másra, mint hogy ezekre az impulzusokra reagáljunk. Milyen elavult, irracionális viselkedés az, ha valaki a valóságtól elrugaszkodva olyan dolgokkal mullatja idejét, ami látszólag akár nincs is összefüggésben mindennapjaink sürgető késztetéseivel. Talán pontosan ebben rejlik a jelentősége. Sokan képtelenek akár egy métert is eltávolodni pillanatnyi ambíciójuktól, ami gyakran nem is hosszú távú saját vágyaiból, stratégiájukból származik. A nagyhajszában úgy gondolják, jól teszik, amit tesznek. Pedig sokszor még arra sem jut idő, hogy átgondolják, mennyire igazak azok a késztetések, vagy mennyire jelentősek. Ez később sem fog felmerülni, hiszen addigra már régen más ürget minket kergetésre vagy menekülésre. Mit jelent egy ilyen életben egy magaslati pont? Aki olyan távlatokkal rendelkezik, hogy maga, családja, szeretei életét egy apró pontnak látja egy hatalmas égi tervben, annak nincsen készítése különösebben túldimenzionálni vágyait, félelmeit, és tiszta fejjel képes válaszolni a világ kihívásaira, de mindenek előtt tenni a dolgát, amit jó esetben felismer ebben a hatalmas rendben. Alázatával egyben dicsőséget is kivívja, hiszen tisztában van vele, hogy apró, hangyányi kis törekvése bőséges jutalmat nyer magával az erőfeszítéssel, amit ebben a csodálatos tervben véghez vihet. El tudnánk gondolni, hogy ezzel milyen lehetne társadalmunk, közösségeink, családjaink? Naivitás azt hinni, hogy egy egész nemzet vagy akár csak egy kis közösség tudna ilyen alapon működni. Azok a kevesek azonban, akik követik, betöltik azt a szerepet, amire szükség van. Mária népe vagyunk. Gondoljuk ezt át szeretettel, hirdessük azoknak, akik erről mit sem gondolnak. Nem sok nemzetnek van ilyen öröksége. Hősiességünk, sepphelyeink mellett hordozzuk ezt is büszkén. Ez nagyobb erő a fegyvereknél, hadseregeknél, gazdasági hatalomnál. Higgyünk benne, és főként tapasztaljuk meg, hogy nem magunk vagyunk a világban. Munkatársunk sokkal nagyobb hatalommal és befolyással bír, mint mi összesen, de tervében minden hangjának kulcs szerep jut. Végül, mit is jelent, ha magunkat, valakit, valamit az égieknek ajánlunk? Tettünk már ilyet életünkbe? Milyen hatása volt ránk és az illetőre? Gyengébb idegzetűeknek javaslom, hogy inkább kérjenek bőséget, egészséget, szerencsét, aztán lesz, ami lesz. De az égieknek ajánlani valamit vagy valakit, az nem lesz egy unalmas történet. Mégsem tudok jobbat. Ismerjük fel nemzetünk életében a felajánlottságot. Amilyen mértékben fogadjuk ezt be, annyira válik áldása életünkben, történelmünkben. Pár éve, mikor ráeszméltem, mi számomra a pálya, megkerestem egy nagyon régi plébános ismerősömet, hogy tanúságot tegyek, honnan, hova lehet eljutni valami felfoghatatlan kegyelem jó voltából. A végén megkérdezte, ki imádkozott értem. Az áldottság jelei, mikor a hitetlen élete zegzugos pályáján világértelemben szokatlan lépéseket tesz, és szokatlan eredményeket tapasztal, amely következtében egyszer csak kirajzolódik valami fontos. Hát ilyennek látom én a mi történelmünket. Papírforma szerint már régen el kellett volna tűnnie ennek a nemzetnek. Vegyük észre az áldottságot, a felajánlottságot, és vegyük észre ezekből, hogy ránk mi esik ebből, és adjunk is vissza valamit imáinkkal, felajánlkozásainkkal. Legyünk méltók Mária népének lenni szeretetben, alázatban. Köszönöm a figyelmet!
Folytatásban fogadják szeretettel rövid műsorunkat. Volnék, akkor a nagy lennék,
rajtam, akkor lennék boldog, ha mindent megmutattam. Ha én utca volnék, mindig tiszta lennék, minden áldott teste félben megfürödnék, és ha egyszer rajtam lánckerék taposna, alattam a föld is sírva beomolna. Ha én zászló volnék, sohasem lobognék mindenféle szélnek, haragosabb volnék, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, s nem lennék játéka mindenféle szélnek, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, s nem lennék játéka mindenféle szélnek. Az ünnepély zárásaként énekeljük el közösen a szózatot.